hit hard! Get him off! Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön egy kis Battlefield Hardline, a jó és a rossz. Egy komplexebb vélemény, mert amúgy is ígértem, hogy fogok feltölteni egy ilyen videót, hogy egy kicsit jobban átnézzük ezt a játékot, és jobban meglátjuk a dolgokat, mit, hogy és mit tudna nekünk kínálni ez a Battlefield Hardline. Természetesen a beta alapján, mert ugye lehet a bétát játszani, és hát sokan kérdezitek tőlem, hogy lehet a bétára bekerülni. Nos, srácok, én élőben néztem az E3-at, és akkor kapcsoltak be, amikor a Battlefieldről volt szó, és ott jelentették be, hogy lehet a bétára jelentkezni, zárt bétára lehet jelentkezni helyből, úgyhogy az első között voltam, aki regisztrált, és ezért jutottam be. Persze, akik első között regisztráltak, gondoljátok a világnak a nem tudom hány százaléka gyorsan beregisztrált bétára, és be is jutott, de azt mondom nektek, hogy egy órával később már egy olyan e-mailt kaptatok, hogy oké, köszönjük a regisztrációt, értesítünk, ha bejutottál. Ezzel ellentétben, aki elsőnek regisztrált, az már azonnal bejutott, mint ahogy nekem is sikerült, úgyhogy vagy türelmesen vársz a CD kulcsra, vagy nem fogsz vele játszani. Tehát zárt béta, nem nyílt béta, úgyhogy nem fog mindenki kapni engedélyt arra, hogy játszhasson ezzel a játékkal, lesz sajnos ez így van, és ezt kell szeretni. Összeválogattam nektek így a jobb jeleneteket, az érdekesebb jeleneteket, amit úgy egy pár játékból, hogy egy minél szélesebb képben lássátok, hogy mit takar ez a Battlefield játék, vagy hogy mit lehet vele játszadozni, elérni. Ugye, mint tudjátok, beszéljük most még így a játékról, új köntösbe vitték ezt az egész Battlefield dolgot. Két játékmód érhető el a bétába egy pálya keretében, az úgynevezett Heist és a Blood Money című. A Heist az arról szól, hogy vannak rablók és vannak rendőrök, és a rablók megpróbálják ellopni a pénzt, eljutatni A-hoz B-hez, a rendőröknek pedig ezt meg kell akadályozni. Jó hangulatos játék, ki van jól találva, városias környezetben, Los Angelesben, a város pontos mását láthatjuk ennek az alsó város résznek. Itt éppen lopom a pénzt az ellenféltől a Blood Money című játékban. Ez a második játékmód, amit lehet csinálni, Blood Money-nak hívják. Annyi, hogy pénzt kell gyűjteni a te bázisodra, megakadályozni, hogy az ellenfél pénzt gyűjtsön, ezáltal lophatsz az ő bázisukról is, és én éppen ezt csináltam, és elszállítottak helikopterrel, és éppenséggel be fogom vinni azt a bizonyos pénz összeget. Ez a két új játékmód érhető el, majdnem biztos, hogy lesz TDM, és stb. Stb. Ez már nem az a nagy Battlefield háborús díj nagy nyílt terepen, a pályák kicsik ahhoz képest, hogy úgy mondjam, már majdnem Call of Duty feelingen van tőle helyenként, ebből a szempontból, tehát nagyon kis. Lehet ugyanúgy taktikázni, csapatjátékban is lehet játszani, de viszont ami mondjuk én egy pozitívumnak értékelném ezt a játékban, most már az egyéni teljesítményt is jól jutalmazza a játék, tehát egyénileg is nagyon jól meg lehet felelni ebben a játékban, és jó eredményeket lehet elérni, tehát nem mindig szükségeltetik, hogy csapatban gondolkodj és csapatban játsz, mert egyénileg is jól lehet alkalmazkodni. Természetesen még mindig csapatban lehet elérni a legjobb eredményeket, hogyha jól összedolgozik a csapat, akkor nagyon jó és izgalmas tud lenni a játék, hiszen azért végül is erről szól a Battlefield. További pozitívumai a játéknak. Mint tudjátok, ugye a Battlefield 4-re érkezett egy új patch, ami, hogy hát lefordítsa magyarra, az új környezeti patch, hogy úgy mondjam, tehát futtatási környezeti patch, hogy jobban regisztrál a játék minden mozdulatot, és ezt lecsökkentették ugye a felére a régihez képest, tehát a késleltetés, a te gombnyomás és a játék érzékelése között, a szerver érzékelése között lecsökkent már a felére, Battlefield 4-en belül is már, és gyakorlatilag jobban érzékel mindent a játék. Na most ez a Battlefield Hardline már erre alapoz, erre az új technológiára, és nagyon
érzékeny a rendszer, hogy úgy mondjam, mivel hogy itt csak 32 főszervelek vannak, nem hiszem, hogy lesznek 64 fősek, és még jobban válaszol a minden mozdulat a szervő, úgyhogy ebből a szempontból a netcode, hogy úgy mondjam, nem igazán tapasztaltam gondokat, és nagyon precíz volt minden egyelőre, szóval ez kellemesen érintett. Térjünk rá egy kicsit a játék mechanikájára, a fegyverek nagyon rángatnak. Nagyon-nagyon nagy a visszarúgás, durvább a visszarúgás, mint Battlefield 4-3-ban. A távoli célpontokat igen-igen be kell mérni, hogy kell lőni, hogyha gépfegyverrel lősz, és ez így van rendjén, azt hiszem. Szóval, ahogy elnézem, ügyelni fognak arra, minden gépfegyvernek megjelen a maga határa, pontosan a visszarúgás miatt, úgyhogy... A rombolhatóság is megvan, hogy úgy mondjam, ezen a városon belül konkrétan csak az alapdolgok rombolódnak, de ugye van az az előre skriptelt esemény, hogy ledől az a bizonyos daru, amit te magad indítasz be, mint játékos, ha úgy tetszik, és azt le lehet dönteni, akkor persze megtelik porra minden, és szart se látunk, az benne a rossz, de amúgy eléggé jól ki van találva, és látványos maga az egész, azt hiszem látni is fogjátok az egyik, ja nem már láthattátok szerintem az egyik helikopteres jelenetben, ahogy történik a dolog. Nos, a fegyverek, mint mondtam, nagyon macák, egy jó párat kipróbáltam közöttük, és köztük Masterlövészt, G36C-t, M16-ot, UMP-t, P90-et. Mindegyik fegyveren azt tapasztaltam, hogy mindegyik kifejezetten arra lesz jó, amit tehát light machine gun, ilyen rövid távokra, közel távokra lesz jó, nagyon távolra szinte hasznavehetetlen, gépfegyverek is hosszú távon szinte hasznavehetetlenek, csak ha nagyon precízen, pontosan célzod, és nem sorozod az ellenfelet, amúgy, amúgy nagyon jó ki van találva a hangulatos, a vezetés, ami egy nagyon jó újítást csináltak, ugye Battlefield 4, Battlefield 3, mindenki tudja, beültél a kocsiba, azt próbáltad irányítani, de a kocsi leginkább arra ment, amerre ő akart, hogyha nem volt olyan ugye sofőr. Most a vezetés, mint olyat, a kocsikat teljesen nulláról újraépítették az egész szerkezetét, úgyhogy most a kocsi végképp arra megy, amerre te nyomod a billentyűzetet is, és mert nagyon kényelmes és nagyon jó volt a vezetés, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy belekezd egy új Battlefieldbe, vagy pénzt fektet be arra, akkor arra számíthat, hogy egy sokkal jobb környezetben van már ez a játék, jobb a válaszidő, a járművek alapvetően jobbak, a fegyverekkel egy kicsit meg kell szokni, de nagyon jól ki vannak találva, itt éppen egy AK-t használok, egy AKM-et, nagyon rángott, hosszú távra, de közel távra szinte halálos, szóval jó meg van a csinálva egyelőre a fegyverbalansz, jó ki van találva a játékmódok, ki vannak találva, minden ilyen pénz alapú, pénzt kell gyűjteni, azt láthatjátok is ott a jobb alsó sarokba időnként felvillan egy kis ilyen dollárösszeg, és ahogy fejlődsz, ahogy lépkedsz itteket, kapsz új dolgokat, amiket pénzért meg lehet vásárolni, szóval egy ilyen pénzes rendszer találtak ki, mint a Call of Duty Black Ops-ban volt elsőnek ilyen, és most ugye a többi Call of Duty-ban is részint fellelhető ez a dolog, tehát így pénzért szépen meg tudod vásárolni magadnak azokat a bizonyos dolgokat, amiket használni akarsz. Új dolgok, mert vannak új dolgok, itt már nem késelés van, itt bottal, rendőri gumibotta viperával le lehet ütni az ellenfelet, vagy baseball ütővel, hogyha rabló oldalon harcolsz, és szépen le fogja tartóztatni az ellenfeledet, nagyon komoly, látni fogjátok nálam is, sikerült bevinni párszor egy-két ilyen csapást az ellenfélnek, hogy így mondja, hogy szépen leteríti, meg letartóztatja, és hogyha rendőr vagy, akkor hallod, hogy a karaktered beszél, hogy kivallatja, hogy hol vannak a többiek, hogy van ez megcsinálva, sokkoló is van a játékban, lehet sokkolót vásárolni, kérem szépen, lelövöd az ellenfelet, sokkolja, földre kerül, és ahogy a földön van, már le is tudod lőni, vagy le tudod tartóztatni, csak résen kell lenni, én egyszer megjártam sokkolóval, mégpedig, hogy lesokoltam az illetőt, és így furcsa volt, így elkezdtem lőni, de nem reagált. Aztán várni kell egy pillanatot, mielőtt felállna, akkor kell elkezdeni lelőni, és akkor működik a sokkoló dolog, de nagyon jó móka, tehát ilyen apró újításoknak köszönhetően a játéknak van egy sajátos hangulata, kétségkívül, meg lehet, hogy de nem, erre rátérek később, a kétségkívülre, hogy, de nem, rátérek most, tehát kétségkívül, hogy akár lehetne akár egy kiegészítő is a Battlefield 4-hez, vagy a 3-hoz, vagy bármelyik Battlefieldhez, ez tény, ez valahogy nem tudok elmenni emellett, hogy ezért megint kiadni külön majd akárhány 10.000 forintot azért, hogy egy új Battlefield játékkal játsz, mikor eddig maga a játék, akár egy kiegészítő is
Lehetne, na, itt tartóztatok le valakit, nagyon komoly. Szerintem ez egy apró, nagyon jó kis újítás. Szóval ez tényleg, akár egy ilyen kiegészítőbe is mehetne a játék maga. Nem mondom, hogy én feltétlenül pénzt akarnék kiadni egy Battlefield 4.1-ért. Vagy nem tudom, de hát majd meglátjuk később, természetesen ítéljünk előre, hogy hogyan fog alakulni ez a játék és a jövője. Ugye, mint tudjátok, a játékot maga a Visceral Games fejleszti, akik csinálták a Dead Space sorozatot is, többek között. Amit én tudok értékelni, mert őszinte szóval a Battlefieldről, ha valamit eddig tudunk, az, hogy nem volt valami jó single player történet. Na most ennek a fejlesztő csapatnak a kezében remélhetőleg már egy nagyon jó kis single player történetet fogunk kapni, és ezzel is egy kicsit boostulva a Battlefieldet. Egy kicsit olyan érzésem van, hogy őszinte legyek, hogy semmi más nem akarnak, csak egy új játékot eladni a Battlefield nevével. Van egy olyan érzés, hogy meg fogja osztani a gamer társadalmat ez a játék. Tehát van leszek a core Battlefield fanok, akik a maga a háborúra mennek, és erre azok nem biztos, hogy megveszik majd ezt a játékot, és lesznek ahogy úgy mondjam, a kicsit pörgősebb, kolosabb jellegű játékosok, akiknek ez a játék igen csak feküdni fog, és van egy olyan érzésem, hogy az EA-nél való lesz is akarják elérni. Lehetne ez akár az új Medal of Honor játék is. De hát ugye kivesz már manapság Medal of Honort, amiután így elkúrták azt a sorozatot. Ezért van egy olyan érzésem, hogy benne van a játékban az, hogy gyakorlatilag el akarnak nekünk adni egy új játékot csak a Battlefield nevével, ami érthető, mivel hogy a Battlefield egy sikeres játék. Játékmenetről annyit még, hogy nagyon kis hangulatos. Tehát az embernek van egy sikerélménye egy adott játékon belül, akkor azt úgyis játszani fogja. Mert sikerélményük volt, mert ment a játék, és jó is. És ment a játék, és tök jól sikerélményem volt benne, és így élveztem, és tök jó ki van találva, egyre inkább átlátom a Heist rendszerét, átlátom a Blood Money rendszerét, és egyre élvezetesebb játszás, egy jobban ki van találva, és nekem, mint egy ilyen kod múltan rendelkező játékosnak, kifejezetten hasznos volt, mármint hogy úgy értem, kifejezetten könnyű volt megtanulni ezt a pályát. Nem nagy pályák, zúzós, pörgős menetek tudnak alakulni, és jó ötlet ez a pénz utáni hajci, hogy úgy mondjam, és e köré kapcsolt témázás a játékban. Különböző újítások, még például egy újítás, szerintem fogjátok is látni ebben a videóban, az újraélesztés. Újraélesztetted magadat, kapsz egy ilyen kis injekciót, puffhoz belövöd magadba, és már is újraéledsz. Titanfallból ismerhetjük ezt, például van egy ilyen burn kártya a Titanfallban, hogy ott respawnolsz, ahol meghaltál. Eddig nem hallottam pozitív véleményt róla, őszinte legyek, szerintem egész jó cucc. Nem éppen a Battlefield világába illik, ez tény, de viszont nagyon praktikus, tehát így jött két tag, pif, lelőttek, újraélesztettem magam, már is a hátuk mögött voltak, nem számítottak rá, hogy újra leszek élesztő, és már is kaptam a double killt, szóval megvan a maga pozitívuma, ráadásul nem számol fel killt, érted? Tehát ha lelőnek, felélesztett magad, nem nincs olyan, hogy mínusz egy halál, úgyhogy nagyon jól meg lehet lepni vele az ellenfelet, mert nem számítanak rá, hogy te újra fogod éleszteni magadat, és voilà, már is megcsináltad, egy körön belül egyszer játszhatod ezt, eltett nem állandóan, hanem csak egyszer élesztheted fel magadat tulajdonképpen. Maga a pályaszerkezet rendben van, úgy korrektül ki van találva a játék. Helikoptert csapták, minden egész tűrhető, látni fogjátok, vagy láttátok is, úgyhogy nincs vele baj. A negatívum oldalra tényleg az, hogy most megint egy Battlefield, most már ráállnak erre az évenkénti valamilyen Battlefield játékra, ki fognak hozni a Battlefieldet, kiadunk pénzt tulajdonképpen egy hasonló játékért, és semmi olyan tűde extrát nem kapunk érte. Jó, kitaláltak egy új játékmódot, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a többi, és hogy meddig fog fejlődni ez a Battlefield dolog, de ez a Heist és Blood Money, azt mondom, hogy eddig egész jó játékok, meglátjuk, hogyha kijön a teljes játék, mennyire tud életben maradni ez a játék stílus. Egy kicsit olyan Capture the Flag feelingje van neki, amikor a pénzt így meg kell szerezni, és be kell vinni a bázisra, valahol egy ilyen Call of Duty Search and Destroy jelleggel, vagy inkább egy Call of Duty Ghost Search and Rescue jelleges dolog, tehát az, hogy robbants fel a pénzszállító kocsit, szerez meg belőle a pénzt, vidd el A-hoz, B-hez, szóval így minden keveredve, egy kicsi Call of Duty, Counter-Strike, Grand Theft Auto, és
Battlefield, a hangulata miatt, fegyverek miatt, stb. Miatt mindig ott lesz benne, de nagyon-nagyon próbál keverni, hogy úgy mondjam, hogy azokat a bizonyos gamereket, akik ugye mondjuk koddal játszanak, csével vagy ilyesmivel, megszerezzék maguknak, és mondom, annyi negatív, a játék korrekt, eddig korrekt, nincs vele baj, a grafikán fognak még fejleszteni, csak tudjátok, srácok, az a egy-két ilyen, most megint egy játék, hogy most kiadunk pénzt, és lehetne egy kiegészítő is, és ezért majd el fognak kérni teljes árat, és ez az egész köré van, 7-8-i köré van rakva az egész játék, és valahogy ettől így mert őszinte leszek vektek, nem mondom azt, hogy tűde adrenalindús élményem volt, miközben játszottam, élveztem a játékot, de tudtam, hogy miről szól, és tudtam, hogy mi van benne, és így azt mondom, hogy így, ez is csak egy játék lesz. Hogyha nem a Battlefield volna ez a név, akkor lehet, hogy még a bétára se regisztráltam volna vele, mert most minek játszok egy rablósdi játékot, hogyha egy ilyen no-name cég fejleszti, de mivel Battlefield nevével adták el az egészet, így aztán hát úgy éreztem, hogy ki kell próbálni. És jó. A játék jó. Móka, élvezetes, csak könyörgöm, már megint lehúznak minket majd pénzzel olyasmiért, amit már láttunk, vagy olyasmiért, amit igazából nem kéne, és nem fair dolog, hogy lehúzzanak. Amint láthatjátok, fegyverekkel ki lehet lőni a kocsikat, helikopterekre lehet lőni fegyverekkel, sebzés fogsz okozni, és ki is tudod őket szedni. Ami megint csak egy pozitívum ebből a szempontból, azt hiszem, mert saját önvédelmet tudsz generálni azzal, hogy rá tudsz lőni a kocsikra, és fel tudod őket robbantani, és ezért mondom, hogy egyénileg, individuálisan a játék tud jutalmazni ezzel, hogy nem kell egy engineer ahhoz, hogy kiszedjetek már egy kocsit, hanem te magad is gépfegyel el tud intézni, kivéve a páncélozottabb kocsikat, oda még mindig kellenek az inginérek, úgyhogy nagyon rendben van a dolog. Itt fogtok látni egy ilyen újraélesztéses trükköt, nagyon hatékony szerintem ebben a szempontból, eddig nem hallottam nagyon pozitívat, hogy szerették volna, de ez van. Szóval, srácok, így ítéljétek meg a játékot, a játék maga móka, nincs vele semmi baj, korrektül össze van rakva, eddig nem tudnék rá panaszkodni. Ebből a szempontból, csak abban a szempontból, ez is csak egy játék, ami évente megint csak megjelenik, és ezért pénzt fogunk mi kiadni már megint, ha már annak, aki meg akarja venni, és bár új köntösben van bújtatva, de akkor is a régi nóta, és semmi olyan tű, de extra újat nem fog ez a játék sem nyújtani eddig. Kíváncsi vagyok az eddig, mert én kíváncsi vagyok a többire, kíváncsi vagyok, hogy hova fog ez az egész kifejlődni, úgyhogy így ítéljék meg a játék. Különösebb hibákat én nem véltem felfedezni, időnként egy kis laggott, de azt is jól bírták a szerverek. Mondom, a hit regisztráció jó volt, lehet azért, mert jó a gépem, és így volt. Nem nagyon hallottam hibákat az emberektől. Tehát játsszák az emberek, élvezik, sokan írják be, hogy ez a játék szar, de mégis ott maradnak és játszanak. Szóval semmi extra. Mint mondtam, egy Grand Theft Auto, Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield keveréke, és meg lehet találni a szórakozást benne mindenképpen. Szóval annak, aki úgy tervez Battlefield, de hogy most elkezdi, vagy bármi, azoknak ez egy jó játék tudna lenni igazából. Majd meglátjuk. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!